Van az a elcsépelt közmondás, hogy ha valami a vízen úszik, sárga és hápog, akkor az bizony kacsa. Ha valakinek az a képzete támadna, hogy az MV-nél történt botrányhoz köze van a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek, köze van a jelenlegi hatalomnak, az nem csak látszat, hanem valóság. Hölgyeim és uraim, Kubatov Gábor a Fidesz pártigazgatója, a 6. kerületű nagykörúti polgári estek sorozat vendégeként beismerte azt, hogy a Nemzeti Választási Irodánál fellépő kopaszok a Fradi Security emberei voltak egykoron. Eddig, az ő beismeréséig ezt a tényt mindenki tagadta, vagy nem emlékezett arra, hogy kik ők valójában. Kubatov úr erről a beismerésről egyébként a 444.hu internetes portálon tett adóbizonyságot. Ezen a rendezvényen elárulta azt is Kubatov úr, hogy őt személyesen a rendőrhatóság, a nyomozóhatóság még nem hívta be, de természetesen ő áll örömmel a meghallgatás elé, hiszen így tisztázhatja magát, feltételezem én, a felhozott gyanúk és vádak alól. Úgy gondolom, hogy ezek az információk nagy mértékben segíthetik a nyomozó hatóság munkáját a tekintetbe, hogy ne csak a közvetlen bűnelkövetők kerüljenek rendőrkézre. Hál' Istennek ez a legjobban dokumentált választási csalás az elmúlt negyed században, hanem a felbújtók is bíróság elé kerüljenek. Kubatov Gábor segíthet tisztázni azt, hogy a kopaszok milyen kapcsolatba álltak a Fradival, ezzel a klubbal. Hozzáteszem rögtön, ez a beismerés következtetéseket is feltételez, illetve ezekre ad okot. Ezek szerint 2016. február 23-án a Nemzeti Választási Irodánál megjelent kopasz Feri emberek az ő vezetése alatt, tehát Kubatov Gábor vezetése alatt lévő klubba láttak el különböző biztonsági feladatokat, és fáradozásaikért fizetségbe részesültek Kubatov Gábor elnök úrtól. Bár ugye a tények eddig is magukért beszéltek, hiszen több összefüggés látott napvilágot az MV-nél megjelent emberek és a Fradi Security között, illetve maga a Fradi vezetése között. Itt fotókról is beszélhetünk, régi iskolai osztálytablókról is, Facebook bejegyzésekről. Azt gondolom, hogy Kubatov Gábor elnök úrnak a beismerése most már mindenféle találgatás után egyfajta bizonyítékként szolgálhat az eljáró hatóságnak. A kúria, emlékeztetnék, március 3-ai döntése szerint, ez egy háromfős bírói testület, bűncselekmény történt 2016. február 23-án a Nemzeti Választási Irodánál. Tehát korántsem mindegy, hogy azok a személyek, akik ezt a bűncselekményt elkövették, azoknak ki adott utasítást. És bizony itt van egy kapcsolati lánc. Bizony itt van egy szál, amit érdemes véleményem szerint a nyomozó hatóságnak feltárni, és ha már maga Kubatov Gábor ismerte ezt el is, egyébként ő kéri azt, hogy meghallgassa tulajdonképpen a rendőrhatóság, szerintem a nyomozó hatóságnak nincs más feladata, lehetősége, mint hogy ez megtegye, hogyha eddig nem tette meg, hiszen ez a cikk egy májusi cikk. Hölgyeim és uraim, én ma reggel tudtam azt meg, hogy meghosszabbították a nyomozást, a sajtóból tudtam meg, 2 hónappal. Azt gondolom, hogy ha eddig nem történt meg Kubatov úr meghívása, akkor ez a 2 hónap lehetőséget biztosít arra a nyomozó hatóságnak, hogy meghívja, hiszen hangsúlyozom, ez nem csak egy bűncselekmény, ez egy politikai ügy, politikai szállal. Szeretné tudni a közvélemény, hogy ki volt a politikai megrendelő, szeretné tudni azt, hogy ki volt a felbújtó. És akkor hagy utaljak egy másik olyan történetre, amely az utóbbi időben elharapózni látszik ebbe az országba. Nem csak a Nemzeti Választási Irodánál jelentek meg kopasz őrzővédő verő emberek. Emlékszünk arra, amikor fideszes pártrendezvényeket védtek ilyen típusú emberek. Emlékszünk arra, amikor a Fidesz pártház őrzés védelmével lettek felruházva ezek a kopasz verő emberek. Emlékszünk a választásrendje elleni csalásra, ami a Nemzeti Választási Irodánál történt meg. És hölgyeim és uraim, a Liget projekt kapcsán szintén kopasz verő emberek azok, akik állampolgárokat hajkurázhatnak, lögdöshetnek, tilthatnak ki közterületről. Hölgyeim és uraim, azt látjuk,
hogy van egy bizonyos bűnelkövetői kör korrupcióval kapcsolatban, akikkel szemben a hatóságok, az ügyészség a megalapozott gyanú szerint nem jár el, azaz passzív magatartást tanúsít ezen bűncselekményekkel kapcsolatban, utalnék a Magyar Nemzeti Bank kérdésére. Ez most nem korrupciós, hogy hölgyeim és uraim. Ez egy politikai ügy. Nagyon kíváncsi vagyok arra, és kíváncsi talán sok mindenki más, hogy az ebben résztvevő kopaszok elnyerik-e méltó büntetésüket és a felbújtóik, hiszen ha azt látjuk, hogy egyik oldalról passzív az erőszakszerv egy bizonyos elkövetői körrel kapcsolatban korrupciós ügybe, azt látjuk, hogy ahova ők nem mernek aktívan belépni, oda maguk helyett, magyar államhatalom erőszakszervei helyett féllegurális, kigyúrt, kopasz, őrzővédő embereket küldenek a demokrácia nyakára.